Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket! A Sportmédia műsorában ezúttal ismét az ifjúság sportja felé fordulunk. Serdő labdarúgás U14-es labdarúgó mérkőzése, Csepgól FC, a hazai gárda fogadja a Glorietesét, a Pest-Szentlőrinci csapatot. Annyit az előzményekről: a Csepgól 5. a bajnokságban, 21 mérkőzés, 9 győzelem, 2 döntetlen, 10 vereség, 29 pont, 62-57, míg a Gloriet a 8., 17 mérkőzés, 6 győzelem, 2 döntetlen, 9 vereség, 20 pont, 47-67. Az előző meccsükön, amikor a Gloriet otthonában játszottak, akkor hatalmas gólzápor zúdult a pályára, 8-5 arányban nyert akkor a Csepgól FC. Na hát ezt az eredményt gondolom itt is elfogadnák a szimpatizánsok és a szurkolók és a szülők. Kékságában látják majd a Csepgól gárdáját, és bordó feketében a Glorietet. Nézzük a hazaiakat: egyese Ecseri Máté, kettese Baranyai Levente a csapat kapitánya, hármas Molnár Ádám, hetes Velencei Péter, 15-ös Sturm Ádám és egy másik 15-ös Balázsi Richard Márk a balhátvéd pozíciójában, 35-ös Domokos Bence, 36-ös Suh Csaba Roland és 37-ös Unger Péter játszik. Kispetik, Erdősi, Magyar, Novák és Dandé Ölvecki Máté szép dallamos nevű fiú üldögének Pereszlényi András kispadján. Kispetik Alexandra hölgy egyébként, de hát U14-ben még játszhatnak együtt. A játékvezető Róka Krisztián, és nézzük az ellenfél csapatát: 10-es Csajka Levente a kapuban, 1-es Szabó Patrik, 32-es Boda Botont, 75-es Serfőző Hunor Attila, szép történelmi név, 81-es Triznamák Tamás, 84-es Lakics Máté, 90-es Antal Zsombor, 95-ös Juhász Péter és 98-es Becker András. Törteli Ispán Stenner és Csöngeri Marti János üldögélnek a kispadon. Ugye itt kisebb a pálya, 5 méteres csak a kapu, 10 játékos, és 2x35 percet játszanak. Még egyszer a játékvezető Róka Krisztián, hát reméljük ravasságban felveszi a versenyt majd a csapat játékosaival. Ugye úgy... Megszerezheti a Gloriet. Sőt, támadást vezetettek, akár lövés is lehet. Az első lövés, amelyik kapura zúdult, hát valljuk be, nem volt veszélyes. Aki elkövette, Antal Zsombor. Most azonban labdát szereznek a hazaiak, és Baranyai Levente indított. Ez egy jó indítás, ott a lehetőség. És ez bizony szöglet. Szöglet, az első szöglet a mérkőzésen a 4. percben. Molnár Ádám beállt oda az ellenfél gólvonalához gyakorlatilag, és a magas fiú, nagyon magas Baranyai Levente is ott van, úgyhogy innen aztán bármi történhet. Nézzük az ívelést. Csajka bizonytalan, ott a lehetőség, gólhelyzet, és megvan az első gól, ott a lehetőség, gólhelyzet, Csajka bizonytalan, és Baranyai Levente egy igazítás után a kapuslábát is érinti ez a lövés, de védeni nem tudja, így hát az 5. percben 1-0 arányban vezet a Csepp gól, gólszerző Baranyai Levente. Idézzük fel, jött a szöglet. A 10-es és egyébként jól játszó Csajka nem tud felszabadítani, Baranyai erősebb rácsap a labdára, egyet igazít, lő, egy védés a kapuslában megpattan, de védhetetlenül vágódik a sarokba. 1-0 arányban vezetnek tehát Baranyai a csapat kapitány góljával a hazaiak. Ki kéne ugratni valakit, de egyelőre most indulhat Csajka. Középre teszi. Lövés és egy szép védés. Nagyon szép védés. Gloriet akció, itt a bal oldalon, de csak idáig tartott. Unger kipasszolta szépen, Sturm. Hoppá, egy ütközés, Molnár Ádám nem tudott elmenni, viszont Baranyai mellett tovább tették, megpattan egy buckán a labda, és nincs indulás, mert szépen elhozta Juhász Péter. Egy távoli lövés, és egy szép védés. Egy távoli lövés ismét, és kiejti Patrik, ott a lehetőség mellé. 20. perc a kéttagú sorfalnál. Mellette Dandi Ölvecki Máté is a sorfal tagja. Naboda legurít, kapura lő vagy ível. Kapura lő, jó lövés, és szép ecseri védés a 22. percben. Lövés bele, és... megindulhatnak. Baranyai révén a Csepgó, Baranyai helyzetben, Baranyai gyorsabb, mint az ellenfél, Baranyai lövi el mellé. Bodát próbálják majd ott kiugratni, Boda, ha visszakapnál, de nem kapta vissza. Most kapta Bodabotont, Bodabotont kilép, Bodabotont lő, gól! Nagyon szép támadás végén, a 25. percben, tehát 1-1.
Boda Botond nagyon szép góljával. Amit mondottam, magárhúzta ellenfelét a cseppgól, sokat támadott a Gloriát, lövések voltak, fejesek, ívelések, Boda Botond pedig technikás játékos, szép labdátvétel után kilépett, és bevágta Ecseri Máté hálójába a labdát. Miközben ásványvizemből kortyolok Szelirem, egy kibontakozó támadás, ott a lehetőség, Molnár, és elcsúszik! Döntő helyzetben, bizony! Nagyon jó kiugratás volt. Veszedelmesen pattant az a labda, és a kidobása nagyon jó Baranyainak. Baranyai megindulhat. Kiteszi lyukra, jó labda, Molnár, Molnár, ott a lehetőség, Molnár, Molnár, kicsit kisodródik, most teszi vissza. Baranyai érkezik, egyből nem lövi el. Ú, nem tudta átvenni jól. Most lövi el, és ezt megfogja a kapus. 32. perc, újabb csepp gól lehetőség. Negyedik perc, Balázsi feltette a kezét, mutatja, kapu elé, veszélyes! És egy jó csúsztatás Molnár részéről a 34. percben egy veszélyes cseppgól fejes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 védő és 4 támadó most a kapu előtt, a hosszú indítás Baranyai felé, Baranyaihoz el is jut, de el is engedi a labdát egy kicsit Baranyai, levéti az alfonek és visszateszi, teszi is vissza, veszélyes és óriási kapus bravúr, Balázsi ballal lövi, gól! Nem! Oldalháló! Kérem szépen! Onnan rá lehet rúgni, és Bodát kéri az ellenfél edzőt, tehát Boda Botond, a, még egyszer mondom, szerintem a legtechnikásabb játékosra talán a mezőnynek, ő rúghatja kapura ezt a labdát, ha akarja. De lehet cseles megoldás is, Boda Botond legurítás, így van, ott a lehetőség, egy lövés is! Húj, kétszer egymás után, aki rálőtte a labdát, tölteli Bálint, és aki védte nagyon szépen, az bizony Kispetik Alexandra. Nézőknél most Baranyai, Baranyai lépett ki, egy jó csel, Baranyai gólhelyzet, Baranyai, Baranyai elgurítja, kapufa, ezt nem viszem el, és a visszapattaló labdát, óriási lehetőség a 39. percben. És most egy lehetőség, kibontakozó Novák majd, Baranyai, Baranyai, onnan el lehet lőni, el is lövi! És egy jó lövés a 44. percben, egy szép védés. Ha néha eltévesztem a neveket, akkor elnézést, főleg a Gloriettnél, mert ugyanabban mezben 2-3 játékos is vissza. Baranyai fejjel teszi maga elé, egy kiugratás, ott a lehetőség, gólhelyzet, ott a lövés, és fölé! Suh Csaba Roland bombája megy fölé a 45. percben. Váltanak középen a játékosok, kis szöglet. Egy jó lefordulás, és gól! Egy jó lefordulás, és gól! Nagyon szép figura után Molnár középre játsza, és az érkező Suh Csaba a 47. percben megszerzi a hazai csapat számára a vezetést. Suh! Nagyon szép akció volt ez, hiszen Molnár Ádám lefordult, visszagurította az alapvonal mellől, és az érkező Suh Csaba a teljesen kiszolgáltatott Szabó Patrik mellett elegánsan belsőzte a kapuba a labdát. Egy újabb háromszög, és a Baranyai jóval erősebb. Ennek ellenére két csellel átjátszák őt. Boda, ott a lehetőség, jó kiugratás, lesről nincs szó. Egy lövés, és megint egy remek védés, Kispetik Alexandra. Szép szerelés volt Domokos Bence, sőt két jó csellel, tisztára játssza magát, Novák Máté fordul, egyből szabadul a labdától, erre azonban nem figyelt, pontosan, mert figyelt a Gloriát, és megindulhatnak a Bordeaux-feketék. Unger szépen álltotta, megingathatatlan ingatlan, a szikla, Petrosz, ahogy a Péter név is mondja, most szikla volt, jó kiugatás, Suh, gyorsabb, mint az ellenfél, Suh, befelé húz, mellé. Az indítása nem rossz, de Sturm nagyon ügyesen keresztez. Majd Molnár. Kimondottan szépen, technikásan hozta ki most a csepp gól. Novák Máté, a kisember, aki nagyon gyors. Új, két ember között kilép Novák, itt a lehetőség, Novák hosszú. Nézzük az ívelést. Jól érkezik mindenki, őt elcsúszik, ott a lövés, nincs lövés. Nagyon szépen szalált Balázsi Rihárd Málk, nem győzöm dicsérni, hihetetlen jó hátvéd teljesítmény nyújt, még akkor is, ha most elbénázta egy kicsit ezt a labdát. Boda, szép kiugratás. Lakics, jó íveli középre, mindenki előtt elmegy.
és nagyon szép szerelés, Molnár Ádám. Ott a lövés, és Petik Alexandra. Kis Petik Alexandra vetődevén a 63. percben. És Baranyainak kell kirúgni a labdát, kicsit könnyen működött most hátul a csepp gól csapata, és hát ez nem fér bele akkor, amikor csak egy góllal 2-1-re vezettek, mert elég egy hiba, és egyenlíthet a góldiát. Viszont az is igaz, ha most meg tudna ugrani a csepp gól, akik megint visszaálltak egy kicsit, és az ellencsapásokra számítanak, szóval meg tudna ugrani egy labdával, akkor eldőlhetne a meccs. Például Zsuch tovább teszi, ott a lehetőség, Molnár egy lövés, és megfogta Patrik, ott az újabb lövés, és ez nincs bent. Perc van hátra, de hát mondom, volt sérülés a játékvezetőnek jogába hosszabbítani, és bármi történt. Most egy jó indítás, Zsuch, elmehet, Zsuch, gyorsabb, mint az ellenfél, Zsuch, középre teszi. És büntetőt ad a játékvezető a 68. percben, Zsuch azért nem tudta középre tenni a labdát, mert ellökték a 68. percben, tehát 11-es ez jut a csepp gól. És Baranyai belövi, 3-1. Baranyai góljával, tehát 3-1. Hát Baranyai kifutott, kérem szépen, és török ülésben szeliden fogadja a gratulációkat Csepel külsőn. A Góliát mester már gratulál Pereszlényi. Jobban szülték a Góliát támadásokat, és így azért megérdemelten nyerik a mérkőzést. Miközben a kis Zsuch kilép, Zsuch, óriási lehetőség, nagy lövés, és Szabó Patrik ezt is megfogja. Lehet még lőni, és az utolsó percben, a 70. percben még csepp gól lehetőség. Az ott mondom, és gyönyörűen lép kis Petik Alexandra, kérem szépen, férfiakat meg szégyenítő határozottsággal kilép, és ez az utolsó momentum. Könyveljük el a végeredményt, a csepp gól 3-1-re megverte a Gloriet esélyt, nem érdemtelenül a jobb második fél idő játékok alapján, de az első fél időben a Gloriet is megmutatta, hogy ügyes, fejlődőképes csapat, nagyon sok tehetséges fiatal játékost megismerhettünk, remek kapus teljesítményeket láthattunk, én remélem, hogy jól szórakoztak, viszont látásra, viszont hallásra.